Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Csonke Erzsébet vagyok, a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezést tekintem fő tevékenységemnek. Rákóczi falváról érkeztünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel. 33 éve van saját szervezésű csapata, ő hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezett piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létre jövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? És mi baj van a jelenlegi világgal? Hát az baj, hogy nem itt tanulnak, igen, az emberek. Mi baj van még jelenlegi világunkkal? Csupa hazugság, etikátlanok, elnyomás, káosz van, káosz. Tudatlanság. Nem akarják, hogy a saját életüket megmondják, hogy mit csinálják. Igen, mintha egyre jobban gyereknek kezelnék a népet, nem? Igen, tehát mintha nem felnőttek lennének az emberek, hanem gyerekek. Nem? Csak azzal a különbséggel, hogy egy, mondjuk egy szülő a szereti a gyerekeit, ők meg nem nagyon a népet. Ez azért lényeges különbség, nem? De a zsebüket annál jobban szeretik. Nem? Én nem tudom, észrevetted, hogy sok a boldogtalan ember? Igen. De rosszul gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy azért boldogtalanok az emberek, mert rossz a világ. Nem. Azért rossz a világ, mert boldogtalanok az emberek. Tehát az emberek fordítva gondolják. Tehát azt gondolják, hogy az életük az nem tőlük függ. Hát ha úgy gondolják, akkor tényleg nem tőlük függ az életük. Na most, hogyha neked lenne választási lehetőséged, hogy tőled függjön az életed, vagy esetleg mástól, mondjuk a hatalomtól, vagy bármi mástól, akkor melyiket választanád? Tőlem. Igen?
Tehát, hogy mondom, ha lenne lehetőséged. De meg fogod lepődni, amit mondok, mert ugye ezt nem a PPA-soknak mondom elsősorban, hanem azok, akik még nem PPA-sok. Meg fogsz lepődni, hogy igazából az a te akaratodtól függ, hogy tőled függ az életed, vagy mástól. Az a te akaratodtól. Tehát mindenki igazából eldöntheti, hogy az életének az irányítását a saját kezébe veszi, vagy pedig nem. Nem veszi a saját kezébe. Tehát ha az ember az életének nem irányítója, szeretném megkérdezni, ki az, aki szereti, ha irányítgatják, parancsolgatnak neki? Tegye már föl a kezét. Na most, ha nem szereted, hogy irányítgatnak, parancsolgatnak neked, de mégis ezt csinálják veled, mondjuk a munkahelyen, vagy rosszul látom? Na most, ha az emberek nem szeretik azt, hogy irányítgatják, parancsolgatnak nekik, de ezt mégis megteszik mások számukra, akkor miért legyenek boldogok? Gondolkozz logikusan. Tehát folyamatosan mondjuk a 30 napból, ugye átlagosan annyi egy hónap, 30-31, egyszer 21, 28, illetve néha 29, abból mondjuk 20-21-22-23 napot parancsolgatnak nekik, irányítgatják őket, akkor mitől legyenek boldogok? Tehát az, mintha a többség lenne. Most mit tudom én, valakinek van mondjuk mennyi? 25 nap szabadság a legtöbb, vagy 30? 31? Nem, 35 biztos, hogy nincs. Mert valami 6 hetet hallottam. Tehát az 6 hét. Na most 6 hét az másfél hónap, nem? Tehát ugye 5 nappal visszaosztjuk nyilván a szabadságot, az másfél hónap. Akkor levesszük a 100 napot, durván a hétvégeket, nem? Szombat-vasárnapokat. Akkor azt mondja, hogy a másfél hónap az 45 nap, a 100 nap az ugye mondjuk maradjunk olyan 150 napnál. Oké, még van egy pár ünnep, nem? Mit tudom én, mondjuk egy 5-10 nap, nem? Mondjuk számoljunk 10-et, az mondjuk 160 nap. Tehát az, aki már idős, és nem sok van neki a nyugdíjig, az olyan 160 napot tud otthon lenni a 360-ban. De 200-at, illetve 365-ből. De 200-at nem tud otthon lenni, úgy durván. Tehát a 200 nap az több, mint a 150 vagy 160. Nem? Tehát ami azt jelenti, hogy még akkor is többet van a munkahelyén, többet parancsolnak neki, mint amennyit ő nem kap parancsolást. Nem, most csináltunk, illetve tanulunk egy olyan részt is, hogy vérmérséklet. A vérmérsékleteknél van 80 jó tulajdonság, és van 80 rossz tulajdonság. És csináltak egy felmérést, ugye mivel négyféle vérmérséklet van, 20-20. Hát 20 vérmérsékletenként 20 jó tulajdonság, 20 rossz tulajdonság. És csináltak egy felmérést, hogy a 80 rossz tulajdonságból, tehát a 4 vérmérséklet összes rossz tulajdonságából melyiket utálják legjobban az emberek. És kiderült, hogy a parancsolgatást. Na most mégis az emberek nagy részének, az emberek durván úgy 80%-ának évente többet parancsolnak, több napot parancsolnak, mint amit nem. Mitől legyenek boldogok? Kérdezem én. Mikor a legutálatosabb dolog az, hogyha parancsolgatnak egy felnőtt embernek. Oké? Mitől legyenek boldogok? Gondold végig.
Tehát nem az a boldogság, hogy mit tudom én, szerelmes leszel, mert az elmúlik. Vagy nem az a boldogság, hogy mit tudom én, el tudsz néha menni nyaralni, vagy valami olyan dolog értéged, mit tudom én, megünnepelnek, mondjuk egy születésnapon, vagy egy névnapon, megünnepelnek téged. Hát mert ott boldog vagy pár órát, pár napot valami miatt. Érted? Vagy esetleg ugye a kis szerelmes. Azt gondolja, hogy ő boldog. Igen, de ha nincs vele a szerelme tárgya, az az ember, az a másik ember, akkor nem boldog. Akkor boldog, mikor együtt vannak. Ha nincsenek együtt, nem boldog. Mert a szerelmes, az birtokolni akarja a másikat. Oké? És ez azt jelenti, hogy mindig a párjával akar lenni, aki szerelmes. És ha nincs vele a párja, akkor nem boldog. Tehát nekem nem esélye valaki azt, hogy az a boldogság, hogy mit tudom én, időnként az ember mondjuk szerelmes és együtt van a párjával, vagy mit tudom én, el tud menni egy-két olyan helyre, ami mit tudom, boldogságot okoz neki, vagy esetleg megünneplelik, és akkor nem ez a boldogság. Tudod, mi a boldogság? Hogyha szabad életet élhetsz. Szabad életet. Tudod, mit jelent az? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem parancsol neked senki. Érted? Ami azt jelenti, hogy max kérhetnek, és legfeljebb, ha akarod, teljesíted azt a kérést. Érted? Ha akarod, nem teljesíted azt a kérést. Tehát tőled függ. Tőled függnek a dolgok. Nem másoktól. Érted? Az nem azt jelenti, hogy ne tudjál valamit valakivel megbeszélni. Ez nem erről szól a történet. Az, hogy bármikor nemet mondhatsz. Próbálj nemet mondani a főnöködnek. Úgy kirúg, hogy lábad sem éri a földet. Érted? Ha nemet mondasz neki. Oké? Tehát az a szabadság, amikor az életed, az mondjuk azt, hogy tőled függ. Érted? De az nem azt jelenti, hogy akiket szeretsz, ne tudnál velük bármit megbeszélni, leegyeztetni. Érted? De olyanokkal lehetsz, az is a boldogság része, hogy olyanokkal lehetsz, olyanokkal vagy, akiket szeretsz. Érted? Tehát, hogyha egy ember nem tud azokkal lenni, akiket szeret, akkor mitől legyen boldog? Oké? Tehát most gondold végig, most hány család éli meg itt az elmúlt, hát hány évben, lassan 30, vagy már van 30 év, mióta szabadon lehet kimenni dolgozni, tudod? Hány család éli azt meg, hogy a gyerekeit nem tudja megölelni? Csináljunk egy tesztet. Tegye már föl a kezét az, aki, mit tudom én, ritkán tudja csak megölelni a saját gyerekét, mert messze él a gyereke. Tegye már föl a kezét. Oké? Jó? Viszonylag kevesen tettétek föl a kezeket. Ez jó. Kezeteket. De úgy láttam, hogy valaki, olyanok is nem tették föl, akiknek, mit tudom én, a messze az a külföld. Hát az is messze van, hogyha, mit tudom én, 50-100 kilométerre lakik tőled. Azt se tudod megölelni. Én fogom, és hetente többször találkozok a gyerekeimmel. Érted? És meg tudom ölelni. Az unokámat hetente többször meg tudom ölelni. Érted? Pedig nem velünk élnek. Nem is szeretném, ha velünk élnének. Oké?
éltek velünk eleget, érted? Sokat, évtizedeket éltek velünk. De nekik az a dolguk, hogy saját életet éljenek. Érted? Nem is tápolt életet. De, mint ahogy én is, a szüleimtől egy kilométerre laktam. Érted? A gyerekeim is, az egyik egy kilométerre lakik, a másik másfélre. Érted? Gondold végig. Hát a boldogsághoz hozzátartozik az is, hogy az ember a szeretteivel tudjon lenni. Vagy rosszul gondolom? Tehát az emberek nincsenek tisztában, mi az, hogy boldogság. Tehát én is voltam alkalmazott. Jó, nem az életem nagy részében. Alkalmazott 13 évig voltam. Nem kevés az. Kipróbáltam milyen. De abból már 6 év úgy telt el, hogy az alkalmazotti létforma mellett, mint főtevékenység volt az alkalmazotti létforma, mellettem volt már vállalkozásom. És elkezdtem kóstolgatni a vállalkozási formát. És addig-addig kóstolgattam, ameddig arra jöttem rá, hogy hát nekem az az életem, illetve nem kellett erre rájönnöm, mert én a szüleimet láttam a szocializmusban. Ők vállalkoztak onnantól, mikor én 12 éves voltam. És láttam azt, hogy onnantól jobban élnek, mikor elkezdtek vállalkozni. Először úgy vállalkoztak, hogy olyan társas vállalkozásban. Tehát, hogy nem mertek még egyedül vállalkozni. Én is így kezdtem először egyébként, hogy nem mertem egyedül vállalkozni. Azt utána meg már egyedül csinálták tovább a vállalkozást, mint ahogy én is később. Jó, én nem sokáig voltam másokkal. Szóval a lényeg az, csak egy másfél évig. Szóval a lényeg az, hogy hát miért? De hát, hogyha az ember, ugye mondom, én láttam, hogy a szüleim, képzeljétek el, nekünk van egy hatalmas család, rokonság, nem a család, hatalmas rokonság, hiszen anyujék 8-an voltak testvérek. És akkor elég nagy bő rokonság, hiszen 23-an voltunk unokatestvérek. Az elég szép létszám. És ugye anyuval kiszámoltuk, mikor még én otthon laktam, a 80-as években, hogy 160 valány tagja volt a rokonságnak. És apujék el tudták érni ebbe a rokonságba, hogy ők éltek a legjobban. Érted? Tehát én ezt láttam. 12 éves korom után elérték ezt, hogy ők éltek a legjobban. Érted? Az egész rokonságban. Nem sokkal jobban, most ne értsétek félre, de ők éltek legjobban. Tehát ők lehettek például ők rendelkeztek a legtöbb bevétellel és a legtöbb szabadsággal. Érted? Na most nem tudom neked milyen szüleid voltak, de nekem ez egy minta volt ahhoz képest, ahogy előtte éltek. Érted? Tehát előtte sem dolgoztak többet, vagy kevesebbet, mint amikor vállalkozást csináltak, de sokkal többet kerestek. Érted? Sokkal többet kerestek. De hát ugye vállalkozás. De milyen vállalkozás? Tehát egy átlag ember milyen vállalkozást tud elkezdeni? Meg miért kezden el? Tehát azt értsd meg, hogy soha nem fogod jól érezni a bőrödben magadat, ha nem leszel szabad. Érted? És ahhoz, hogy szabad legyél, ahhoz nem csak olyan tevékenységre van szükség, amiben szabad lehetsz, hanem annyi jövedelemre is van szükség, hogy szabad lehess. Világos voltam? Tehát a szabadságnak két feltétele van. Ugye az egyik, hogy ténylegesen
szabadnak érezhess magad. Tehát ami azt jelenti, hogy oda menj, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és ne tántán még addig is maradj, ameddig akarsz. Érted? Tehát ugye ez a négy feltétel. Na most ezt az alkalmazottak nem tudják megcsinálni. Azok tudják megcsinálni, azoknak van esélye arra, hogy megcsinálja, akinek vállalkozása van. Tehát nem tud boldog lenni egy alkalmazott, mert megmondják neki, hogy mit csináljon. Érted? És ha azt nem csinálja, kirúgják. Tehát akármilyen jó alkalmazott, próbáld nem azt csinálni, ami a dolgod a alkalmazotti létben. Ki fognak rúgni? Még akkor is, hogyha te, mit tudom én, egy üzletkötő vagy, és szabad vagy, mert nem is látod a főnöködet, csak havonta egyszer. Érted? De ha nem kötsz üzletet, ki fognak rúgni? Érted? Tehát nincs olyan vállalkozási forma, amiben te szabadon teheted a dolgodat. Érted? Ami azt jelenti, hogy azt teheted, amit akarsz. Jó? Nincs ilyen. Na és hát akkor még ha vállalkozás, akkor is meg kellene találni azt a vállalkozási formát, ami által tényleg szabad lehet az ember, mert a legtöbb olyan vállalkozási forma, ami nem hoz éves szinten milliárdokat, az megint csak nem szabad. Tehát ha megnézitek, mit tudom én, valaki működtet, lenézek, itt van egy csomó bolt, bármelyik boltot működteti, ő nem szabad. Érted? Egyik se. Még ha lehet, hogy a bolt lánca van, tehát nem két-három boltból, hanem sok-sok boltból, és ilyen franchise alapon működteti az üzlethálózatát, lehet, hogy akkor talán meg tudja csinálni. De gondold végig, akkor ő már nagy vállalkozó. Tehát a legtöbb vállalkozó a világban, az kis vállalkozó, az nem nagy vállalkozó. Érted? És az emberek mit látnak? Az, hogy a vállalkozásokban még kevésbé szabadok az emberek, mint az alkalmazotti létben. Sőt, azt látni, hogy az igazán jó vállalkozók, jó vállalkozói szemlélettel működő emberek, azok még többet is dolgoznak, mint az alkalmazottak. Hát azért, mert hagyományos vállalkozást tűznek. Tehát a hagyományos vállalkozásban az ember nem tud szabad lenni. Tehát ezt lerajzolom, jó? Ebből kilépek. Nem is kell kilépnem. Azt mondja, hogy nézzük. Jó, ezt ide át kell húznom. Jó, és akkor most lesz jó. Jó. Tehát négyféle bevételi forma létezik. Jó, tehát négyféle. Látni. Jó. Jó. Vannak az alkalmazottak. Jó. Vannak a vállalkozók. Jó. Akkor vannak a cégtulajdonosok. És vannak a befektetők. Jó? Tehát mind a három az, illetve mind a négy, bocsánat, mind a négy az bevételt hoz létre. Jó? Az alkalmazottat mindenki ismeri, hagyományos vállalkozást mindenki látott. Oké? Akkor
Tehát itt van egy választóvonal, jó? Itt. Itt. Mert ez az oldal, ez nem szabad. Nem is lesz. Oké? Na most mit kell tudni erről az oldalról? Azért az a gond ezzel az oldallal, hogy túl sok adót fizetnek. Szó szerint. Gondold végig, mit tudom én, valakinek, valaki befektetésekből él, és a befektetéseknek van adóvonzata, de egy viszonylag pár százalék. Tehát nem egy nagy volumen. Oké? Tehát max. ilyen 10 százalék. Kamatadó vagy stb. Jó? Na most, ezen az oldalon meg az elvonás 50 százalék. Érted? Tehát itt, ezen az oldalon mínusz 50. Oké? Tehát magyarul, amit te, amiből te élni tudsz, annak a feléből vagy kénytelen élni. Tehát a nettód az a tényleges bruttódnak, a bruttó az a brutt, tehát az nem a tényleges pénz, a bruttó bruttóját kell nézni mindig. Jó? Mert te, mint alkalmazott, annyit ismersz, hogy mennyi a bruttód. Közben a bruttód fölött még egy csomó pénzt az államnak be kell fizetnie a munkáltatónak. A bruttód fölött. Tehát ha megnézzük, hogy neked mennyi a nettód alkalmazottként, ahhoz képest, amit ténylegesen bérként megtermeltél, annak a felét kapod készhez. Jó? Na hát még abból is adózol, mert van áfa, meg mindenféle. Oké? Okay? Na most, a vállalkozók, ugyanez a helyzet, bár vannak ilyen kedvezményes adózású vállalkozók, de azok például áfát nem tudnak visszaigényelni. Tehát semmilyen kedvezményes vállalkozásban nem lehet áfát visszaigényelni. Tehát az azt jelenti, hogy itt még jön az áfa is. Jó? De hát az itt van, ahol már nem mindegy, ide írom akkor. Áfa. Jó? Tehát itt az áfa, az is mínusz természetesen. Jó? Szóval, ami jobban megnézed, hogyha minden adót kifizet egy alkalmazott vagy egy vállalkozó, akkor igazából ténylegesen azt az értéket, amit megvesz, ilyen adók nélküli érték, áfa meg minden nélküli érték, akkor mondjuk egy ilyen 20%-ból, 25%-ból gazdálkodik. Érted? Na mondjuk jó esetben 25% legyen, negyede, legyünk jó indulatúak. Oké? Okay. Jó? Na most. És ugye azok például, akik itt kedvezményes adózással adóznak, azok eleve be vannak korlátozva, hogy mennyi lehet a jövedelmük. Oké? Okay. Na most akkor nézzük tovább. Akkor ez az oldal, ugye azoknál, akik ugye ők a vállalkozók, de ott bármilyen alkalmazott, ott az a minimum, hogy a minimál bér járulékait ki kell fizetni. Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom, a minimál bér most nem is tudom mennyi, 200 ezer forint? De nettóba, ne bruttóba nézzük, nettóba átszámítva olyan 170 körül van? Na hát akkor körülbelül 340
az, ami, tehát 170-et kifizet az államnak. Ugyanúgy, mint bármilyen alkalmazott. Jó? Tehát a 170 a nettója, akkor 170. Tehát nem veszük figyelembe esetleges egyéb kedvezményeket, hanem a sima adózási szabályokat nézzük. Kifizeti, ugye 170 ezeret kifizet. Hát a dupláját kifizeti az államnak. Még egyszer annyit kifizet az államnak, mint amennyit nettóban kivesz. Jó? Ha nem áfás, akkor ugye áfát nem tud, ha áfás vállalkozó, akkor is kifizeti ezt a 170-et, de akkor tud úgy gazdálkodni, hogy esetleg ezt vissza tud igényelni áfát. De nem is ez a lényeg. Jó? Az a lényeg, hogy ez az oldal tartja el a világot. Ez tök jó. Tartsd el nyugodtan a világot, én nem akarom annyira. Jó? Mert ezen az oldalon más a helyzet. Ez is törvényes oldal. Oké? Csak például megnézed a parlamentben ülőket, azoknak a gyakorlatilag az egész ezen az oldalon van. Nem ezen. Érted? És nyilvánvalóan ők hozzák a törvényeket maguknak. Nem neked, nem a te javadra, hanem a maguk javára. Jó? Tehát ezt tudni kéne. Tehát azt gondolod, hogy az alkalmazotti lét biztonságos. Egy ló akármiért, jó? Annak értelmezed, aminek akarod. Szóval, miért? Miért nem? Mert ha kirúgnak, akkor mióta biztonságos? Mennyi idő múlva fogsz új állást találni? Ki az, aki keresett már állást az elmúlt mondjuk 10 évben? Kezeket? Jó. És azok közül, akik föltették a kezüket, ki az, akik nem találtak egy hónapon belül? Oké. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy mi benne a biztonság? Egy alkalmazotti létben mi a biztonság? Én tudom, hogy eladták ezt a szocializmusban, hogy az alkalmazotti lét biztonságos. De nem élünk a szocializmusban több mint 30 éve. Érted? Tehát honnan veszed, hogy az alkalmazotti lét biztonságos? Te óriási tévedésben vagy. Mondom, ha bármikor megszüntetik a munkahelyedet, már pedig erre esély van. Nem annyi, mint a múltban, mint például a nagybátyám, aki hentes volt, azt elment a Vágóhídra dolgozni, mikor kijárta az iskolát, érted? És onnan ment nyugdíjba, a szocializmusban. Érted? Már nincs ilyen. Nincs ilyen. Tehát ami azt jelenti, hogy vagy nem lesz elég pénzed alkalmazottként, és azért kell munkahelyet váltanod, vagy elbocsájtanak, és azért kell munkahelyet váltani. Hogy most miért bocsájtanak el, az a részletkérdés. Oké? Tehát az ember alkalmazott, akkor parancsolnak neki, és hogy legyen boldog, gondold végig. Hát ha azt gondolod, hogy ez neked egy boldogság, akkor te nagyon buta vagy. Nem tudok más mondani. Mondom, itt van a vállalkozói lét. Nincs annyira bekorlátozva, mint az alkalmazotti lét. De csak nem. Érted? Mert ez azt jelenti, hogy ezek olyan vállalkozók, akik hasonló adózásban vannak, mint a
alkalmazottak. Mivel a vállalkozásának az alkalmazottja. Érted? És alkalmazottként neki ki kell fizetni a minimálbér utáni járulékokat. Na most, megnézzük ezt az oldalt. Nézzük a befektetőket, jó? A befektetőkkel az a baj, hogy bazi sok pénz kell ahhoz, hogy valaki a befektetéseinek a hozadékából meg tudjon élni. Hát ahhoz kellene mondjuk olyan havi szinten olyan 100 milliós befektetés. Érted? Hogy abból meg tud élni. Tehát biztosan meg tud élni. Jó? Tehát az a legtöbb ember számára az ki van húzva. Nem működik. És mi a lényege a cégtulajdonosi viszonynak? Jó? Nézzük meg ezt. Tehát nem az, hogy van céged, nem. Hát ugye mit jelent a cég? A cég ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy mivel te vagy a cégednek a tulajdonosa, ezért sok ember dolgozik neked, idézőjelben a neked. Érted? Mert mindenki magának dolgozik. Ha megnézed, az alkalmazott is magának dolgozik, mert megkapja a fizetését, de akkor is a cég tulajdonosnak dolgozik. Tehát a vállalkozókkal, kisvállalkozókkal az a baj, hogy kevesen dolgoznak nekik. Tehát egy kisvállalkozásban működik valaki, akkor azt látod, hogy van egy pár alkalmazottja. Tehát abban a pillanatban, amikor egy cég, egy vállalkozásnak több alkalmazottra van szüksége, akkor rögtön átmegy cégbe, és befejezi a kisvállalkozást. Érted? Tehát a kisvállalkozást azt nem a nagy bevételekre találták ki. Világos ez? Tehát nem arra találták ki, hanem arra találták ki, hogy akik megelégszenek egy kicsivel több jövedelemmel, mint a alkalmazotti létformában, tehát ezen a területen az átlagkereset magasabb, mint az alkalmazotti területen. Tehát az azt jelenti, hogy megelégszenek azzal, hogy magasabb jövedelemből élnek. Hát még akár azt is lehetne mondani, hogy átlagos másfél-kétszeres. De ez nem hivatalos. Miért nem hivatalos? Mert a kisvállalkozások nagy részében minimál bérre van bejelentve a vállalkozó. Minden, és mindenki. Oké? Ráadásul. Mindenki. Tehát ami azt jelenti, hogy de mégis jobban élnek a kisvállalkozók anyagi szempontból, mint a alkalmazottak. Tehát mondok példát. Lehet, hogy 20%-kal többet dolgoznak, mint az alkalmazottak, de mondjuk 50%-kal többet keresnek. Tehát megéri 20%-kal többet dolgozni, hogy 50%-kal többet keressen az ember. Nem tudom, világos-e. Tehát ezért lesznek, ezért vannak vállalkozók, érted? Tehát a vállalkozók, a hagyományos vállalkozók nem azért vannak, hogy szabadok legyenek, hanem azért, hogy több jövedelemből éljenek. Világos? Szabadabbak nem lesznek, de több jövedelmük lesz. És ebből a szempontból, ha megnézzük, akkor többet tehetnek meg, mert több a pénzük. Jó? Na most, de a C betűvel jelzett rész, tehát cég, az nem azt jelenti, hogy nyissuk ki az ablakot konyhába. Nyitva van? De tárva nyitva? Szerintem csak billenőre van. Tárjuk ki teljesen. Tehát a C, mint cég tulajdonos, az nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy valakinek szó szerint cége van. Mert például egy BT is cég. Érted?
a KFT-s cég, az RT-s cég. Jó? Tehát ami nem a vállalkozási, a kisvállalkozási formában tartozik, azt általában azt mondják, hogy cég. Jó? Tehát a cég azt jelenti, még egyszer, amit az imént mondtam, hogy sok ember állítja elő a vállalkozás eredményét. Nem egy. Világos? Jó? Na most. És ha megnézzük, ehhez ugye cégeket alapítanak emberek, egy cégalapítás pedig pár millió forint. Hát a BT nem, de az félig egyéni vállalkozás, félig úgy működik, mint egy egyéni vállalkozás, félig úgy működik, mint egy cég. Tehát egy KFT az 3 millió forintba kerül. Annyi a törzstőke. Jó, nem kell egyszerre kifizetni, de a felét azt abban rendelkezni kell, a felére. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy olyanoknak találták ki a cégeket, akiknek már eleve van annyi pénzük, hogy egy céget létrehozzanak. Érted? Na most, ha már valaki létrehozott egy céget, akkor ugye vélhető volt, hogy van annyi pénze, hogy meg tudta finanszírozni a cég létrehozását, tehát hogy előtte is már teremtő képességekkel rendelkezett. Mielőtt a cégét létrehozta volna. Világos? Tehát nem felélte az összes pénzét mindig, hanem volt annyi tartaléka, amiből létrehozott egy céget. Na most, tehát itt megint elbukik sok ember azon, hogy nincs annyi pénz, hogy egy céget létrehozzon. Egy, kettő. Meg minek hozzon létre céget, ha nem tudja, mit csináljon a cég. Ráadásul, most gondold végig, hány olyan cég van, amely létrehozták, befektették a pénzüket, mondjuk a családi kasszából befektették a pénzüket, azért, hogy létrehozzák a saját cégüket, meg működtessék a cégüket, közben tönkrementek. Mondjuk az első három évben. Mert a cégek nagy része az első három évben tönkre megy. Oké? Nem a felénél egy kicsit több, nem több, mint 80, illetve 90% az első három évben. De ugye miért mennek tönkre a cégek? Hát mert lehet, hogy egy olyan területen kezdett el dolgozni, ahol nagy volt a konkurencia, azt nem rúgott labdába. Vagy elakadt és nem kapott tanácsokat. Vagy megváltoztak a piaci körülmények az alatt, az idő alatt. Stb. Stb. Vagy kilopták a szemét az alkalmazottak. Például. Így van, mert azt mondják, hogy az alkalmazott az a fizetett ellenség. Legalábbis a vállalkozók ezt mondják. Oké? Okay? Akik alkalmazottakat foglalkoztatnak, hogy az alkalmazott az a fizetett ellenség. Szóval, gondold végig, hogy ezért sok ember meggondolja, hogy céget alapítson. Oké? Okay? Hát mi a megoldás? Mi a megoldás? Tehát ugye én először erről a 90-es években hallottam. Erről a négy területről. Oké? Okay? Tehát így levezetve. Az nem most volt. Akkor megállapítottam, hogy tényleg úgy van, hogy elmondják. Mert akkor én már voltam alkalmazott, voltam vállalkozó, cégtulajdonos. Befektető még nem voltam. Illetve voltam, el is buktam a befektetést. De volt viszont olyan befektetésem, amin sokat nyertem, annál jóval többet, mint amennyit elbuktam. Jó, olyan befektetésem is volt. Csak az ingatlan befektetés volt. Méghozzá nem házba fektettem, nehogy félreértsd. Építési telekbe. Persze. És a teleknek olyan mértékben ment föl az ára, hogy pár év alatt, hogy azon bőven nyertem
annyit, amennyit végül a tőzsdén például elvesztettem. Jó? Persze. Na szóval, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye kipróbáltam ezt is, a befektetés részt is, így hogy most így beszélek róla, eszembe jutott. Szóval, mi a megoldás? Tehát én keresem, nézegetem, ugye én megmondom őszintén, én egy üzletember is vagyok. Nem most kezdtem az üzletember életemet, hanem sok éve. Még 87-ben kezdtem. Tehát azóta én üzleteket hoztam létre. De most ne olyan boltokra gondolj, amit üzletnek szoktak nevezni, hanem olyan üzletre, ami jövedelmet termel. Világos? Tehát az az üzlet, ami jövedelmet termel. Nyilván nem magától termel semmilyen üzlet jövedelmet, hanem ez úgy működik, hogy befekteti az üzletbe az ember az energiáját, és az pénzben térül meg. Ez az üzlet lényege. Hallottad ezt már mástól is? Remélem. Jó, tehát befekteted az energiádat, tehát nem pénzt fektetsz be, mert pénzt befektetni és abból a pénzből pénz lesz, hát nem egy nagy kaland, hanem hogy átalakul a dolog, hogy berakod az energiád, és bevétel lesz belőle, pénz lesz belőle, érted? És én ezt 87 óta csinálom, hogy befektettem az energiám, és pénz lesz belőle. Érted? Tehát nem a pénzemet fektetem be, hanem az energiám. De ilyen üzleti forma az átlag emberek számára nem sokféle van. Ilyen üzleti forma kétféle van. Tehát, hogy nem kell befektetni, hanem az energiádat fekteted be, és pénz a nyereség. Oké? Tehát pénzt kapsz érte cserébe. És ha minél jobban csinálod az energiabefektetést, minél hatékonyabb vagy, tehát minél jobban csinálod azt az üzletet, annál több pénz jön belőle, és mégsem fektetsz be több energiát. Tehát az is fontos szempont, hogy az ember befektet energiát, nem tud végtelen energiát befektetni, hanem azt tudja, hogy egyre jobban csinálja a dolgát. És ha egyre jobban csinálja a dolgát, akkor egyre hatékonyabb lesz a munkája. Ha egyre hatékonyabb, az azt jelenti, hogy egyre több nyereséget tud belőle létrehozni. Világos ez? Na most, akkor tovább nézzük ezt a dolgot. Szóval, ugye én nekem sok vállalkozó ismerősöm volt életemben, én rengeteg cégnél megfordultam az ajánlatainkkal a múltban, ezért ugye elég sok vállalkozási formát megismertem. A legtöbb vállalkozási forma, ilyen nagy vállalkozási forma, vagy nagyobb vállalkozási forma, az úgy jött létre, hogy hosszú évtizedeken keresztül. Tehát lehet, hogy már a szülei kezdték el, és ő tovább folytatta azt a vállalkozási formát. És akkor az kinőtte magát. De az, hogy egy vállalkozás igazából kinője magát, illetve egy cég kinője magát, mondjuk egy vállalkozásból kinője magát, az évtizedek általában. Oké? Na most, és akkor kell hozzá kereslet, nyilván végig az idő során, mert nincs elég kereslet, akkor tönkre megy. Na most, mit akarok ebből kihozni? Az, hogy nézegettem, hogy milyen lehetősége van, erről már beszéltem, amit fogok mondani, kétféle lehetősége van egy átlagembernek. Nincs három. Egy. Valamilyen üzletkötésbe kezd. Oké? Ez az egyik. Vagy, de most átlagemberekről beszélek, nem különleges képességű emberekről, jó? A másik pedig hálózatépítésbe kezd. A hálózatépítés annyiból másabb, mint az üzletkötés, hogy bonyolultabb. Mert két szakmát csinál az ember, amikor hálózatépítő. Üzletkötő is egyben, meg hálózatépítő is. Tehát ami azt jelenti,
hogy megtanítja az üzletkötést másoknak. Oké? Tehát mit csinál egy hálózatépítő? Annyi a dolga, hogy megtanítsa az üzletkötést másoknak. Ezért hálózatépítő. És ha nagy hálózata van, akkor talán még lesz egy harmadik szakmája is, neki meg kell tanulnia vezetni az embereket. Oké? És egy hálózatépítő az nem a bal oldalon van. A hálózatépítő ide tartozik. Ugyanis egy hálózatépítő sok száz vagy sok ezer ember teljesítményéből részesedik. Mondok példát, a világon a legnagyobb hálózatépítők több ember teljesítményéből részesednek, mint bármilyen hagyományos cég, amely nem hálózatépítő. Tehát a világ legnagyobb hagyományos cégei, legnevesebb cégei nem alkalmaznak annyi embert, nincs annyi alkalmazottjuk, mint amennyi a legsikeresebb hálózatépítők ahány ember teljesítményéből részesednek. Tehát gondold végig, a világon a legsikeresebb hálózatépítők akár több millió ember teljesítményéből részesednek. Nincs a világon olyan cég, ahol több millió alkalmazott van. Felejtsd el. Már ha ilyen százezres nagyságrendű az alkalmazott lét, az már a világ egyik legnagyobb hagyományos cége. Világos? Tehát a legtöbb óriás cégeknek több tízezer sok tízezer alkalmazottjuk van, de nem milliós. Világos ez? Tehát most gondold végig, hol tud egy ember, egy átlag ember eljutni oda, hogy akár több millió ember teljesítményéből részesedjen. De ha nem több millió ember teljesítményéből. Most gondold végig, ezen az oldalon van a legtöbb vállalkozónak max 20-30 alkalmazottja. Ezen az oldalon. Itt meg lehet részesedni százak, ezrek, tízezrek, százezrek teljesítményéből. De nem úgy, mint az alkalmazott és a cég tulajdonos közötti kapcsolatnál, hanem úgy, hogy most gondold végig, van egy hagyományos cég, amely hagyományos dolgokat forgalmaz. Oké? Vagy hogy hagyományos dolgokat csinál. Az nem teheti meg, hogy vállalkozókkal csináltatja a dolgokat. Mert rögtön adójogszabályokba ütközik. És neki föl kell venni azokat az embereket alkalmazottnak. Érted? A törvények ezt mondják. Tehát nem teheti meg. Tehát a biztosító sem teheti azt meg, hogy minden alkalmazottja, vagy a bank, minden alkalmazottja vállalkozó legyen. Még az üzletkötőknél sem tehetik meg. Föl kell venni alkalmazottnak. Oké? Na most, a hálózatépítés úgy működik, hogy mindenki lehet saját maga vállalkozó. Na erre várjál gombot. Érted? Ami azt jelenti, hogy az egész világon ez így van. Hogy a hálózatépítők azok nem alkalmazottak. Miért? Mert semmi nem kényszeríti a munkára őt. És senki. Érted? Tehát ha ő nem dolgozik hónapokon keresztül, akkor nem dolgozik hónapokon keresztül. Tehát ezt nem lehet megcsinálni a hagyományos cégeknél. Hát azért alkalmazza az embereket, hogy dolgozzanak. Érted? És ha nem dolgoznak, kirúgja őket. Világos? De a hálózatépítés területén, ott az emberek megtehetik azt, hogy nem dolgoznak. Oké? Szóval, van egyetlen üzleti forma a világon, az a hálózatépítés, ami azt jelenti, hogy bárki elérheti ezt az oldalt. Tehát ezen az oldalon te soha nem leszel szabad, szabad itt lehetsz. Tehát a szabadságnak két feltétele van. Akkor tudsz szabad lenni, hogyha
nagyon sok ember teljesítményéből részesed. És ebben benne van a jövedelem is. Ebben az egy mondatban. Tehát mondom, nagyon sok ember teljesítményéből részesed. Mit jelent ez a nagyon sok? Mondjuk ott kezdődik, hogy több száz. Érted? Tehát több száz ember teljesítményéből részesedsz. Igen ám, de nem mindegy, hogy egy üzlet, ha üzletet csinálunk, hogy az mennyire jó üzlet. Hát lehetőleg egy üzletet úgy kell csinálni, hogy ott már legyen múltja annak a lehetőségnek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a világon a rengeteg franchise üzlet van. Olyan, mint a McDonald's. Tehát a McDonald's-okat, azt nem a tulajdonos, Ray Kroc volt az eredeti tulajdonos, vagy hogy hívták, ha jól emlékszem, nem ő működteti, hanem kiadta a franchise-ban. Az összes McDonald's, amit látsz, az mind franchise-ban működik, ami azt jelenti, hogy odaadja a technológiát, azt, hogy kötelezően, hogy mit kell csinálni, és ezt megveszik tőle. Érted? És így működnek az összes ilyen élelmiszerlánc. Érted? De még a CBA is így működik. Az is franchise-ban működik. Oké? Tehát rengeteg olyan lánc van, ami franchise-ban működik. A franchise azért jó, mert hogy nem kell kitalálni, hanem csak ez olyan, mint a, emlékszel a mesébe, hogy csak bele kell lépni abba a csizmába, érted? Ami már megy magától. És akkor belelépnek az emberek egy működő vállalkozási formába, és akkor onnantól kezdve nyilván jönnek a bevételek. De meg kell venni, mit tudom én, mondjuk egy McDonald's franchise megvásárlása, az ilyen 100 millió forint fölötti összeg. Érted? Tehát brutál. Nyilván egy CBA üzlet nem annyiba kerül, de biztos, hogy milliókba kerül egy CBA-s franchise üzletet megvenni. Oké? Na most, lényeg az, hogy a hálózatépítő az egy kicsit hasonlít a franchise-hoz. Abban, hogy megkap az ember egy működő rendszert, de azért nem kell pénzt fizetni. Ez óriási előny az átlagemberek számára, hiszen nincsenek millióik, amit befektethetnének. De nem elég, hogy például egy CBA-nál megveszi a franchise-t milliókért, hát még egy csomó egyéb teendője van, föl kell tölteni árukészlettel, akkor lenni kell egy épületnek hozzá, stb. Stb. Érted? Tehát maga, mit tudom én, egy CBA üzlet létrehozása, a sok 10 millió forintba kerül valakinek. Világos ez? Na most, de egy hálózatépítés ez úgy működik, hogy az ember fogja és működteti, belép a csizmába és jár, érted? És nem kell érte fizetni. De vannak feltételei a sikernek. Vannak feltételei. Tudod, mi a feltétele a sikernek? Az a feltétele, hogy az illető hajlandó-e kilépni a komfortzónájából. Ez a feltétel. Tehát, most gondold végig, ha valaki nem volt sokáig alkalmazott, akkor utána elhelyezkedés az nagyon sok problémát jelent számára, hogy dolgoznia kell. Oké? És hát ugyanez. Ha valaki hálózatépítő lett, sose csinált olyat, neki problémát jelent az, hogy dolgoznia kell. Érted? Ráadásul lehet, hogy valami mellett kell dolgoznia. Na most, de ugye beszéltem arról, hogy nem mindegy, hogy az ember mit csinál. Olyat kell csinálni, ami a szervezet viszonylatában egyedülálló. Na most, hálózatépítő szervezetek a világban, csak Magyarországon van több száz. A világon sok tízezer van. Oké? A sok tízezerből
nem találsz olyat, lehet, hogy keresgethetsz sokáig, ami totál egyedülálló a több tízezer hálózatépítő üzlet közül. Egyet találsz ilyet, az a milyen. Tehát a legtöbb hálózatépítő cég az valamilyen terméket forgalmaz, a kevesebbek valamilyen olyan szolgáltatást, ami nem is az övéké, vagy olyan szolgáltatás, ami gyakorlatilag közel nem ér annyit. Itt viszont van nekünk saját szolgáltatásunk, oké? Saját, nem máshonnan, és olyan szolgáltatást, amit senki nem értékesít hálózatépítésben rajtunk kívül. És egy olyan szolgáltatás, amitől a bolygó sorsa függ, és az emberiség sorsa függ. Ezt nehéz neked elhinni, tudom, főleg ha először hallasz tőlem ilyet, mert miért? Tehát nagyon egyszerű. Hova jut az emberiség, ha ilyen mértékű az elbutulás, mint amit, ahogy az elmúlt évtizedekben elbutult a társadalom? Főleg az elmúlt mondjuk 4-5 évben. Hova jut az emberiség? A saját pusztulásába. Oké? Idő kérdése, hogy mikor megyünk a saját pusztulásunkba. Most gondold végig, ha a világon az emberek etikusak lennének, mondjuk a hatalomban lévők is etikusak lennének, akkor lennének háborúk. Ha minden ember mondjuk a hatalomban tisztességes, becsületes lenne, békés, nem? Akkor lenne háború? Nem. De nem a háború jelenti a legnagyobb problémát, hanem az emberek tudatlansága jelenti a legnagyobb problémát. Tehát az jelenti a legnagyobb problémát, hogy az emberek elhisznek mindenféle baromságot. Érted? Mindent elhisznek. És olyan mértékben félnek, hogy egyszerűen a félelem véget hülyeségeket csinálnak az egyének. Szóval, lényeg az, hogy mi tudást adunk az embereknek, olyan tudást, ami ezekre a területekre vonatkozik. Tehát, hogy az emberek képesek legyenek ezen a területen, illetve ezeken a területeken boldogulni. Jó, és ha az ember boldogul, akkor biztos az emberiség jövője. Tehát ha az emberek boldogulnak, akkor az emberiség jövője biztos. Tehát, hogyha az emberek ezeken a területeken nem boldogulnak, akkor az emberiség jövője az annyi. Oké? Ráadásul még ezzel kapcsolatban még időpont is van, hogy meddig. Meddig kellene tudatosodni, milyen időszakra kellene az embereknek már tudatosodniuk. Na mindegy. Szóval, lényeg az, hogy megmentjük az emberiséget. Mi adjuk azt a tudást, ami az összes területre vonatkozik. Oké? Az élet minden területére vonatkozik. És akik itt tanulnak, azok fejlődhetnek. És akik itt tanulnak, azokból, akik fejlődnek, ugye hova fejlődhetnek, azt is mutatom. Ide. Tehát, hogy legyen nekik egy lelki fejlődésük,
a legtöbb ember itt van ezen a két szinten a bolygón, ugye az egyes, kettesen, ezt mutatom is. Szóval lényeg az, hogy az embereknek fejlődniük kellene, és ahhoz tudás kell, hogy fejlődjenek. De nézzük tovább. Akik viszont fejlődnek, azok közül ugye azokra számítunk, akik képesek arra, hogy a saját korlátaikat átlépjék. Mert akik saját korlátaikat át tudják lépni, azokkal tudjuk felépíteni az emberiség számára a biztos jövőt. Oké? A biztos jövőt. Tehát ha egy egyén fejlődik, de nem lép ki a saját korlátaiból, akkor ő nem tud hozzájárulni ahhoz, hogy egy olyan emberiség jöjjön létre, amely etikus és tehát tisztességes, becsületes, erkölcsös. Oké? Na most ahhoz, hogy viszont létrejöjjön egy olyan fajta világ, ahol az emberek etikusan működnek, ahhoz érdekelté kell tenni az embereket arra, hogy kilépjenek, a saját korlátaikat átlépjék. És ugye milyen érdekeltséget lehet létrehozni, hogy az emberek a saját korlátaikat átlépjék? Hát nyilvánvalóan elsősorban anyagi világban élünk, elsősorban anyagi szempontból. És akkor ugye fölvázolnák ezzel kapcsolatban egy lehetőséget. Jó? Nem is ezt. Mondjuk egy havi 40 órás terv, az annyit jelent, hogy napi egy, nem egész másfél óra tevékenység, szervezési tevékenység. Jó? Az azt jelenti, hogy 24 hónap alatt 24 fő. Annak az összjutaléka, amit 24 hónap alatt megkap, 1.900.000 forint. Viszont ugye az a lényeg, hogy amit említettem az imént, hogy céges oldal, minél több ember teljesítményéből részesedni. Lehetőség van, a hálózatépítésnek ez a lényege, hogy akik a csoportodban vannak, azoknak a teljesítményéből, szervezési eredményeiből részesedj meghatározott módon. Azután 700.000 forint a jutalék. Ez összesen két év alatt 2.600.000 forint. Nem túl sok, ha megnézed, ez egy olyan 100.000 forint átlagosan összességében havonta, de nem annyi, mert kezdetben kevesebb, később meg már természetesen több. Ha viszont megnöveli az ember a teljesítményt, az időráfordítást, mondjuk 100 órára, abból lesz átlagosan havi 4 tanuló. Oké? Akkor már a saját magad által szervezett jutalék az 9 millió forint. Két év alatt. És a csoport is hoz embereket, az kb. 500 fő lesz a csoportban, a te emberiden kívül, az kb. Még 10 millió forintot hoz. Két év alatt. Az összesen 19 millió forint, ez egy kicsit már jobb, mert ezt visszahozzuk, ez már azért több százezer forint havonta. Nyilván nem az elején, mert a csoport az nem úgy indul, hogy van alattad 500 fő, jó? Vagy 596. De ha megnézed, négyszeres teljesítménynek van 8-szoros jutalék. Miért? Hát nagyon egyszerű, minél többet csinál, többet dolgozik, ugyanazt csinálja havi szinten, annál rutinosabb egy ember. Tehát a 100 óra, ha azt megnézed, az mindössze olyan 3, valamennyi tized óra. Tehát
több órát foglalkozik vele az ember, 2,5-szer annyi órát foglalkozik vele az ember, és 4-szer annyi a teljesítmény. Oké? Mert rutin. Jó, és akkor nézzük tovább. Mondjuk legyen egy 120 órás tervezet, csak 20 órával több. Tehát nem 168, mint egy alkalmazottnak a havi óra száma, hanem csak 120 órás terv. Az azt jelenti, hogy, az 6 fő átlagosan havonta. Tehát 6 fő. Tehát vannak, voltak nekünk, meg vannak is időnként olyan tanulóink, akik ennek a többszörösét, ennek a 6-ot behoztak egy hónapba. Többek közt én, mi is, Marianna. Jó? De volt, aki, mit tudom én, ilyen 27-28-at hozott be egy hónap alatt. Jó? Tehát nem 6-ot, hanem többet. Na most konkrétan azt mutatom, hogy van karrierünk. És számokkal jelezzük a karriert, és az első olyan félig meddig vezetői szint az a 6-os. Tehát ugye mindenki az 1-es szinten kezdi, utána a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. Az 6000 pont. Egy tanuló az a második hónaptól 25 pont, az első hónaptól meg majdnem 40, 39 egész akármennyi. Oké, az első hónapban. Tehát ebből jönnek össze a pontok. Mert a pontok azok összeadódnak. Tehát mindenki, aki teljesít a csoportban, beleértve téged is, azoknak a pontjai hónapról hónapra, vagy napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra összeadódnak. Világos ez? És így jön ki a 6000 pont. Ezt visszaasztanád 25-tel, akkor az kiderülne, hogy az hány tanuló. Jó? Fizeted be összesen. Egy 6-os kb. Ennyit keres, jó? Nézzük meg 80 tanulónál, tehát 50 tanuló van összesen, jó? 80 tanuló a csoportban, ugye a 7-es szint az 14.000 ponttól van, a 7-esek nálunk úgy átlagosan ennyit keresnek. 150 tanuló a csoportban, az azt jelenti, hogy 30.000 ponttól van a 8-as, az 150 tanuló esetén az ennyi jutalék. Oké? Nézzük tovább. Mondjuk 250 tanuló a csoportban. Jó? 60.000 ponttól 9-es, és az 1.100.000 forint havonta. Jó? 250 tanuló. De én azt mondanám, hogy ez úgy működik, hogy a vezetők közül én kerestem, mint alapító a legkevesebbet. Mindenki, aki később jön, és minél később jött, annál többet keresnek. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal hamarabb érték el azokat a szinteket, mint amiket én értem el. Tehát sokkal hamarabb érték el azok, akik később csatlakoztak. Azok, akik még később csatlakoztak, még hamarabb érték el azokat a szinteket, amit én elértem. És ez úgy működik, hogy minél rövidebb idő alatt éri el az ember a szinteket, annál többet keres. Oké? Okay? És mondom, ezáltal a vezetők közül én kerestem a legkevesebbet. Jó? Ja? És akkor nézzük tovább. Mondjuk 500 tanuló a csoportban, 100.000 ponttól 10-es szint, és egy 10-esnek van 500 tanulója, az 2.400.000 forint havonta. Jó, tehát az 500 tanuló után a jutalék ennyi. Nézzük tovább. Mondjuk 1000 tanuló a csoportban, 200.000 ponttól, 11-es igazgatói szint, az 5.100.000 forint. Jó? Ez úgy van kikalkulálva, hogy a nulláról az illető hatosával hozza a tanulókat, tehát a 120 óra ráfordítást beleteszi a szervezésbe. Világos? A havi 120 óra ráfordítást. Tehát nulláról. Jó?
Van még? Igen. Azt mondja, hogy 24 havi utalék összesen, kb. 84 millió forint. Tehát ez úgy van megcsinálva, hogy 24 hónap alatt nem ezt éri el az ember, oké? Hanem a 14-es szintet. Jó? És az 84 millió forint a két hónap összjövedelme. De az úgy kezdődik az első hónap, hogy mit tudom én, a két év. A két év összjövedelme 84 millió forint. Jó? De az azt jelenti, hogy ez hanyadik hónapnál van? Hogy is van? Azt mondja, hogy kettő jön még utána, nem három. Akkor ez a 18. hónapról vonatkozik ez. Oké? Jó, tehát ez a 18. hónap. Van ennyi. Tehát 18. hónapra ezt el lehet érni. Ezt a jövedelmet. Nulláról. Hát ha valaki belerakja a 120 órát. Természetesen. Jó? És akkor megnézed itt is, tudom, az előzőhez képest másfélszeres teljesítménynek több mint négyszeres a jutalék eredménye. Jó? Ez a hálózatépítés. És ha esetleg egy kicsit számolgat az ember, azt mondja, 26-ra, hát jelentős növekedést kellene csinálni, tehát addigra ki kell választódni a vezetői gárdának, aki a jövőben fogja tanítani az embereket. Tehát ugye ilyen milliós nagyságrendben kellene lenni a tanulóknak. És úgy lehetne számolgatni, itt nézd meg, 1000 tanuló, és 5 millió 1 a jutalék. Az a havi. Havi jutalék. Jó? És azért megkérdezném, hogy mi a Manóval keres annyit. És ez ebből te a mondjuk 18x6 kiszámoljuk, az mennyi? Azt mondja, hogy az 60, 108. 18 hónap alatt hoztál, ebből a 1000-ből csak 108-at te tanulod. Világos ez? Tehát csak 108. Nekünk több mint 300 tanulónk van. Közvetlen. Jó? Szóval, gondolkozz el azon, hogy mivel lehet szabad. Tehát megnézed, egyre kevésbé szabadabbak az emberek. Ebbe beleesel, ha nem akarsz szabad lenni. Vagy a szabadságot választod, vagy szívsz, mint a boci. Ennyi, érted? A választás a tied. Jó? Tehát én azt mondom, hogy gyere, próbáld ki, várunk szeretettel. De ne ezért gyere. Ha ezért jössz, akkor ne gyere. Ez csak másodlagos. Azért jöjj, gyere, hogy fejlődj. Érted? Hogy a tanulókból választódnak ki azok, akik a saját korlátaikat átlépik. És az a baj, hogy az emberek java az nem lépi át a saját korlátait. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet, visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a képzést, ebben megint minden benne volt. Akkor a lehetőségeket biztosítanak számunkra a Szedlacsik család és a fentiek, hogy ide vezéreld bennünket, és mindezt meg is kellene csinálni, ha szabadok akarunk lenni. Én életem leges-leges legjobb döntésének tartom azt, hogy rám talált a PPH. Az én életemben is hihetetlen sok változást hozott már ez a tudás, és a tudás alkalmazása, mert hiába van a tudás, ha nem építjük be az életünkbe, akkor azok a bizonyos korlátok, azok maradnak. És lehet kicsit átlépünk rajta, de ha utána vissza, és úgy maradunk, abból nem lesz fejlődés és haladás.
Szerzecsik Miklós mindig említi, hogy proféciákban, nagyon sok proféciánkban ránk hagyták, hogy mit kell tennünk. Hát ezt kell tennünk. Megtalálni egymást. És a jutalék az jutalom, mert hogy a Teremtő biztosítja, megtaláltuk azokat az embereket, akik miatt mi leszülettünk, vállaltuk az ő felkészítésüket, és nem magunk miatt születtünk le, másokért. És ha a Teremtő alkalmasnak talált bennünket arra, hogy vezetőkké váljunk, akkor milyen jogon bíráljuk felül az ő döntését? Itt megkapunk minden tudást, minden segítséget. Csak csapatban lehet megcsinálni. Akik itt kitartóan tanulnak és alkalmazzák az itt hallottakat, ők bármit el tudnak érni. Akár nagyon rövid idő alatt, de ne legyen 2 év, legyen 4 év. De biztosítja a szabadságot. És azért hozta létre Szedlacsik Miklós ezt a rendszert, hogy akik már alkalmasak tanítani és vezetni, hogyan tudnák az embereket segíteni, ha egy munkahelyen kell robotolni 8 órában vagy 10-ben. És a hatalom, látjuk, hogy mit okoz. Már nagyon sok embernek van másod, akár harmadállása, de hogyan fog kikerülni a mókuskerékből, ha még az árak emelkednek, és kellene egy 5.-6. állás. Hogyan fogja tudni megoldani? Sehogy. Én azt mondom mindenkinek, hogy kaptunk egy olyan embert, aki képes minket kivezetni, és megkaptuk a csizmákat is hozzá. Nekünk sokkal-sokkal könnyebb, valóban Szedlacsik Miklós tapossa előttünk az utat, csak követni kell, megkapjuk a mintát, a tudást, a segítséget, a mindent. Semmi más dolgunk nincs. Alkalmazni az ő tudását, a technikát, amit átad, a módszereket, másoknak átadni, és akkor nagyon sokan tudjuk követni. Mindezt egy olyan összegér, ami, hát én nevetségesnek tartom, ugyanis mondjuk egy óra szaktanácsadásért, vagy egy receptírásért elkérnek 20.000 forintot. Itt az első hónap kerül csak 19.700 forintba, az összes többi ennél sokkal olcsóbb, csak 12.500 forint. Aki a tudásában nem fektet be pénzt, akkor a tudatlanságon még többe fog kerülni. Mert lehet nem lesz munkája, lehet megbetegszik. Én ugye természetgyógyászként dolgozom, én mindig mondtam az embereknek, hogy akik sokalták a kezelési díjat, hogy menj el a gyógyszertárba akkor. Mibe fog az neked kerülni? Nem egy alkalommal, vagy 5 alkalommal, vagy 1 kúra alkalmával életed végéig. Akkor még kerül sokba? Én nagyon-nagyon sok helyen tanultam. Én, ha összeadom, akkor 7 számjegyű az, amit kifizettem a tanfolyamokért, és nagyon örülök, hogy megtehettem, és megvannak azok a tudások. Igaz, hogy azokkal már nem sokra lehet menni, mert teljesen másféle tudásokra van szükség, de nem szabad sajnálni a fejlődésünkért a pénzt. Tehát az a 10% a havi bevételből eltesszük, akkor ez mindjárt meg is van. 1-2 hónap alatt nem tudjuk megtapasztalni, megtanulni ennek a tanításnak a lényegét, tehát legalább 3 hónapra próbált ki, még az is csak 44.700 forint. Senkit nem fogok győzködni, mindenki dönts el, meg akar-e szabad lenni, amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe, egészségteremtő coach következik. Ha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, viszont akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.